Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és még mielőtt mélyen belemennék a videóba, javaslom figyeljétek a gameplayt, mert a videóban benne van az, amiről beszélek, még annak ellenére, hogy nagyon elbénáztam a végét, de benne lesz az, amiről beszélek, mert van néhány észrevételem pályaszerkezettel és UAV-val kapcsolatban, ezért is ez a cím, ami úgy gondolom, hogy egy viszonylagos újdonság a Call of Duty-n belül, tehát minden Call of Duty apróságokat változtat a játékmenetén, és most eltekintve az exo mozgásokról, amúgy jut eszembe arról is van egy észrevételem, és hogy segítsek megszokni az új stílust. De egyelőre beszéljünk az UAV-ról, és beszéljünk a pályaszerkezetről, mert mind a kettő lényegesen fontos most az új Call of Duty-ba, főleg az UAV, de a pályaszerkezetnél is vannak újdonságok, amiket megejthetsz. Szóval kezdjük az UAV-val. Az UAV. Na, lényeges szempont, most már van egy perk, ami kinagyítja az UAV-ot. Tehát egy perk, ami csak egyszerűen nagyobbá teszi a minimapot, hogy többet láss át. Számomra ez nagyon fontos, mert előre fel tudok készülni az ellenfél mozgására már jóval előtte, és nem ér egy hirtelen meglepetés, mint hogyha csak úgy felbukkanna előttem az UAV-on, és nincs időm rá felkészülni. Szóval ez lényeges fontos. Oké. Mi az új mégiscsak ebben az UAV-ban? Az új például az, hogyha az ellenfél radart hív, akkor most már tudod, hogy te is látszódsz-e az UAV-on vagy nem. Tehát szépen a te karaktered körbe lesz véve egy kis piros körvonallal, azonnal tudod, hogyha éppenséggel nincsen egy UAV-ról eltüntető perket berakva, akkor te látszódol az UAV-on. Ami fontos, mert agyban készít fel arra, hogy rád számítanak az emberek, téged látnak az UAV-on, ezért te is sokkal jobban résen vagy. A másik pedig, amikor lősz, ez a kis körvonal ugyanúgy megjelenik körülötted, tehát látszódol az UAV-on, minden lövéseddel tudod, hogy mit kockáztasz gyakorlatilag. Fontos lényeges szempont abban, hogy jobban játszol, hogy jobban felkészült, hogy az agyad jobban tréningeljen erre. A második dolog, amikor lőnek a társaid, vagy akár te is, egy kis nyilacska jelenik meg, hogy milyen irányba lőnek. Emberek, használjátok ezt, használjátok, mert tudjátok, hogy a társaitok milyen irányba lőnek, ezért ti is fel tudtok készülni a támadásra, hogy milyen irányból jön. Nagyon fontos. Sok videóban mondtam azt, hogy figyeljétek a golyómozgást, mert tudjátok, hogy honnan lőnek. Na most figyeljétek a radart, mert tudjátok, hogy merre lőnek a társaitok. És arra van az ellenfél is, ezért gyorsan meg lehet szakni a gyors spawnváltás. Következő lényeges szempont is nagyon kihangsúlyozottan lényeges fentőt, mert szinte fontosabb és lényegesebb, mint azok a piros pöttyök ott azon a radaron, és az pedig az exo mozgás. Az exo mozgás, hölgyeim és uraim, látszódik a radaron. És higgyétek el, nekem sokkal többet elárul arról, hogy merre jár az ellenfél, és hova ugrik az ellenfél, mert legtöbbször ugranak az emberek ugye az exo mozgás során. És akkor tudod, hogy talán fel kéne nézni a tetőre, mert onnan fog jönni, mert láttam egy radar pinget, egy ilyen kis valamit, ami azt jelezte, hogy ott valaki ugrott, valaki mozgott, valaki egy exo mozgást csinált, és nagyon lényeges szempont, hogy figyeljétek ezt az exomozgást, mert előbb felkészít az ellenfél közelettére, mint az, hogy látod a piros pontot a radaron. És ez tényleg érdemes figyelni, mert lényegesen hozzásegít ahhoz, hogy jobban játsszál. A következő rész, pedig beszéljünk a pályaszerkezetről, és lehet, hogy berakok egy másik videót, mert lehet, hogy egy kicsit hosszabbra sikeredett ez, mint akartam volna. Szóval beszéljünk egy kicsit a pályaszerkezetekről, mert egy nagyon lényeges, úgy gondolom, egy lényeges észrevétel lesz, amit mondok. Mindig mondtam ugye régen is, hogy minden konnak van egy sajátos pályaszerkezete. Ez a bizonyos három útvonalas, kettő a szélén, egy a közepén. Egyedül a Ghost volt talán, ami tört ezzel a hagyománnyal, és sok-sok szintre vitte fel a játékmenetet. Össze-vissza voltak a különböző útvonalak. Na most viszont ez a kód, hogy őszinte legyek, nagyon jó pályaszerkezeteket csinált, nagyon praktikus pályaszerkezeteket csinált, és jó, mindjárt arról szól. Megvan ez a bizonyos, sok mindenről szeretnék beszélni, az igazság szerint, hogy belekeveredek, nem, nincs leírva nekem semmi. Szóval az igazság, hogy itt is megvan ez a bizonyos három útvonal, a kettő szélén, egy a középen. De ami még fontosabb, hogy ez az útvonal megvan egy második szinten is.
Szóval, hogy is mondjam ezt? Van egy útvonal a földön, és van egy útvonal a tetőkön. Szóval, ha akarod, végig ugrálhatsz tetőről tetőre tulajdonképpen, és megcsinálod ezt a három útvonalat, de ha akarod, végig mehetsz a földön is. Na most ez azért egy új világot nyit ki a Call of Duty történetében. Mégpedig miért? Ugye sokan azt hiszik, hogy a Call of Duty egy nagyon árkád játék, ami igaz is, a Call of Duty egy árkád játék, főleg a Black Ops sorozat, és azért ugye mindenki mondogatja, hogy ennek a játéknak azért van egy kis Black Ops 2 beütése, és most így, hogy van benne egy pár órám, azon kívül, hogy hasonló feliratok vannak, meg hasonló a grafika, de a játék stílus mégsem egy Black Ops 2. Úgyhogy erre készültek fel, tehát nem Black Ops 2 szerintem, most már így, hogy van benne egy pár órám, a játék stílusra nem Black Ops 2 kinézetre, tulajdonképpen igen, mondhatni azt is, hogy egy kicsit Black Ops 2-s. És pályaszerkezetekre visszatérve, figyeljétek meg, hogy minden pályán, azon kívül, hogy megvan ez a fasz a három útvonal, földön és tetőkön, most már nevezzük így, rengeteg fedezék van, de rengeteg fedezék van, rengeteg mögé el tudsz bújni, és onnan tudsz kilőni, csatározni, stb. Nevezd, ahogy szeretnéd. És ez több féle játék stílust tesz lehetővé. És aki figyelte az eddig a gameplayt, az láthatta, hogy én milyen játék stílus követek. Rengeteg kódban mondtam el, hogy a kezdő vagy, még nem tudod, hogy ragaszkodj a pálya széléhez. Most én is azt tettem, de most inkább leteszteltem az elméletemet. Mi szerint a több játékstílus elméletét, ugye, ha vannak gyors reflexű játékok, vannak kevésbé gyors reflexű játékok, vannak taktikus játékosok, és vannak a agy vele a közepébe mindent játékosok, és nem számít, hogy mi van. Szóval először is el kell döntened, hogy mi leszel, hogy miért játszol, természetesen killstreakért, vagy a jó statért, vagy akármiért, ami téged motivál. És annak megfelelően meg tudod válogatni a játékstílusod ezeken a pályákon. És nem beszélve arról, hogyha pályaszerkezet jön most, érdemes, hogyha például egy taktikus játékos vagy, ne ijedd meg, mert ebben a kódban ki tudod használni az eszedet, és meg tudod fontolni a mozgásokat. Azért, mert rengeteg a fedezék, tehát használ ki a fedezék rendszerét, de ne menj be tökéletesen a csata közepére, mindig úgy kívülről, megfelelő helyekre felugrani, körbenézni, lejönni, elbújni, kivárni, figyelni a radar. Tehát ezek a pályák megengedik ezt a játékstílust. Hogyha például nagyon elvesztél a pályán, felugrasz egy tetőre, körbenézel, lejössz, megnézed a radart, aha, erre jönnek, kivárod, ti, lesorozod, továbbállsz. Nagyon fontos, amit most mondok, tovább állsz. Tovább állsz, mert gyors a spawn. Tehát nem kempelhetsz, tehát nem engedheted meg magadnak a kempet gyakorlatilag, mert a pályák már nem olyan, mint a régi kódokban. El tudnak érni az emberek könnyen, mert egyszerűen felugranak hozzád. Nem fogsz tudni kempelni húzamos ideig, mert az emberek felugranak hozzád, és lekésenek, lelőnek, stb. Ezért nagyon fontos a folyamatos mozgás. Tehát ez a kód nem kemperkód. És nagyon-nagyon fontos a folyamatos mozgás, mert 62, ha kempelsz, 62 oldalról meg fognak tudni közelíteni. Folyamatos mozgás, tehát mondom, tehát ha éppen el vagy vesz a pálya, azért kicsit húzod ki a pálya szélére, hogyha egy taktikus játékos vagy, húzod ki a pálya szélére, és gyakorlatilag mérd fel a helyzetet. Ha nem látsz senkit a radaron, akkor ugorj fel a tetőre, gyorsan néz körül, megláttál valakit, látod, hogy feléd jön, ugorj le, bújj el, lőd ki, mozog tovább, lőd ki, mozog tovább, megint lőd ki, mozog tovább. A másik, hogyha egy reflex játékos vagy, és tudod, hogy jók a reflexeid, akkor a pálya közepén lévő rengeteg fedezék rendszer az neked készült. Mert gyors, hogyha gyors vagy, akkor nagyon gyorsan tudsz reagálni szituációkra. És ehhez kevesen vannak hozzászokva, akik csak úgy bemennek a pálya közepére, mert kezdők, vagy mert nem igazán szokták a kód hangulatát még, ennek a kódnak a hangulatát, bemennek a pálya közepére, és a sok fedezék mögül rengeteg meglepetés lehet okozni. Úgyhogy gondoljátok végig, srácok, hogy ezek a pályák azért már mérnökileg pontosan meg vannak tervezve,
nagyon árkádos és kevésbé árkádos játékosok számára is. Tehát azért a kodosok nem hülyék, tehát igyekeznek bevonzani minél több játékost, és ezeknél a pályáknál ezt már gyakorlatilag megengedheted, hogy többféle játékstílus csinálj. Még egy apró tipp a spawn rendszerrel kapcsolatban, jó? Szinte minden tizedik másodpercben megváltozik. Szóval, aki egyszer előtted van, tehát akit egyszer előtted lelőttél, rögtön fordulj meg, és indulj el a másik irányba, és ott lesz megint. Oké? Okay? Lényeges szempont a pályaszerkezethez még. Akit először lelőttél magad előtt, fordulj meg, és ott lesz már valaki mögötted. Tehát fordulj meg, indulj el a másik irányba, és már valaki ott lesz mögötted, jó? Nagyon gyorsan változik a spawn rendszer. És lényeges, ha lelőtted az embereket előtted, azonnal fordulj meg és menj vissza. Ne körbe menj, fordulj meg egyenes homlokág, és menjél a másik spawn felé, és ott megtaláld az embereket. És ne felejtsd el, tudsz taktikázni, ha kell, és tudsz reflexjátékot játszani, és ne felejtsd, hogy két szinten tud folyni a játék. És rajtad áll, hogy felméred a terepet, és úgy mozogsz, hogy taktikusabban vagy bele a közepébe. Mind a kettőt megengedi ez a kód. Remélem tanultatok valami hasznosat, köszönöm a figyelmet, sziasztok!